Az utóbbi hónapokban bizonyossá vált, hogy a vásárlóknak és az eladóknak is kiemelten fontos az Újpest kártya lehetősége. A programban számos újítás történt. Az újpestkártya.hu oldalon már online is lehet új kártyát igényelni, vagy a régit meghosszabbítani néhány lépésben. A digitális kártya, vagyis a QR kód azonnal él, de továbbra is lehet plasztik kártyát igényelni. A híresztelésekkel ellentétben továbbra is él a digitális Újpest kártya, csak most már a QR kód nem az applikáción keresztül érhető el, hanem az újpestkártya.hu oldalon minden kártya birtokos megtalálja a saját jelszóval védett felületén. Ezt, hogyha kifotózza, akkor bármikor felmutathatja a kasszánál. A kártya a kerületi lakosoknak 5-10-15%-os kedvezményt biztosít a partnerüzletekben. A boltulajdonosoknak pedig forgalmat generál. Tavaly évben nyitottunk, és a vásárlók tulajdonképpen ők hívták fel a figyelmünket rá. Folyamatosan kérdezték, hogy van erre lehetőség, hogy kedvezményesen vásároljanak Újpest kártyára. Korábban a digitális kártyát, vagyis a QR kódot bárki ellenőrizetlenül használhatta, hiszen az elfogadó helyek többsége nem tudta azt leolvasni. A februári vállalkozói fórumon kiderült, hogy ez a cégeknek nagyon nagy gond. Ezért mi most adtunk nekik egy lehetőséget erre, egy módszert. Az újpestkártya.hu oldalon ők is megtalálják a saját profiljukat, és ebben megtalálják a QR kód olvasójukat. Fontos megérteni, hogy az ellenőrzés a cégek kezében van, hiszen ők adják a kedvezményt, és nekik kell arról meggyőződniük, hogy érvényes az az újpestkártya, amit valaki felmutat. Illetve a személyigazolványt is elkérhetik az üzletben, hogyha valaki éppen kengyelfutó gyalog kakukk néven mutat fel QR kódot. Mindez azért is fontos, mert az online regisztráció is szerződéskötésnek minősül. Így aki nem valós adatokat ad meg, az megszegi az általa bejelentkezéskor elfogadott szerződési feltételeket. A valótlan adatokat a rendszer észleli és azonnal törli a regisztrációt. Az újpestkártya.hu-n történő adminisztráció tehát a vásárló és az eladó részéről is megbízhatóbbá vált. A használata pedig mindkét fél részéről végtelenül egyszerű. Aki nem akar a plasztik kártyával bajlódni, az fizetésnél felmutathatja QR kódját az okostelefonján. Az eladó leolvassa, és már él is a vásárlási kedvezmény. További újdonság, hogy a kerületben működő rendőrségen, tűzoltóságon, mentőállomáson és a polgárőrségnél dolgozó emberek számára is lehetőség nyílik élni az Újpest kártya nyújtotta kedvezményekkel. A programban résztvevő üzletek listáját és minden fontos tudnivalót megtalálnak az újpestkártya.hu oldalon.